mindenki ismeri, ugye, főleg a kedves külpös vedők a lamellás tárcsákat, lehet kapni az Obi-ban 300 forintért, lehet kapni egyéb márkákat 500 forintért, lehet kapni hűrköset nagyon drágán, lehet kapni berneveset közepes drágán. Igazából mi határozza meg egy lamellás tárcsának az árát, az nagyon komoly és összetett dolog, hiszen nem csak ránézünk, az egyik zöld, a másik barna, ez mondjuk egy laikusnak nem mond még sok mindent, de itt rögtön megállapíthatjuk, hogy ezek nem ugyanolyan szemcsék. Tehát nem csak a ragasztó a különbség általában ezek között, hanem a szemcséknek a típusa. Általában minden csiszoló szerszámot, ami csiszoló papír, különböző fibertárcsák, lamellás tárcsák, alumínium dioxid szemcséket tartalmaznak. Ezek a legkönnyebben előállítható szemcsék, amelyeket a különböző felületeket, akár legyen az fa, fém, alumínium, megmunkálható. Az alumínium dioxid előállítása sokkal olcsóbb és kevésbé tartósabb is ez az anyag, mint ez a tárcsa, amin cirkon szemcsék vannak. Tehát cirkon korunk az egy olyan fejlesztés, aminek azt is mondjuk, hogy nemes szemcse, és ez alkalmas az alumínium, a lágyabb ötvözetek, akár a réz, vagy puha fémek megmunkálására is, és itt az acél természetesen az alapvetően benne van, tehát acél, a fa, az alumínium, minden megmunkálható a cirkon korunkban. És ugye itt másik különbség, észreveszünk azt, hogy van egy kis különbség a vastagságok között, ugye a szemcséknek a rétegeltsége, a lapkáknak a száma, ez mind meghatározza azt, hogy az egyikben 56 lapka van, a másikban 82. Ugye első ránézésre ilyeneket vehetünk észre, illetve ha még fölülről ránézünk, látszik, hogy a erősített háló az majdnem kilóg a tárcsából, ezek üvegszállal erősített tárcsák, amiben egy vagy két szövet, üvegszálszövet erősítés van, ebben az esetben három ennek a tárcsának, és ez nem csak azért fontos, mert nem robban szét, hanem a tárcsa stabilitását és rugalmasságát növeli, hogy a kevesebb a műgyanta benne és több az üvegszál, hiszen ez egy rugalmasabb anyag. Most azt szeretném bemutatni, és egy kis segítséget kérek hozzá, egy percig fogom ennek a vasdarabnak felét csiszolni egy alumínium dioxidos tárcsával, és ezzel azért van bűrtös batrica, mert nem szerettünk volna konkurens termékeket most itt negatív reklámmal tenni, de ez egy konkurens tárcsa, ami 390 forintos szárfa, ez a saját tárcsánk, ez a cirkonszemcsés, ez ennek a kétszerese. Élettartamra, szóval most szeretném megnézni, hogy mi a kettő között a különbség. Annyit kérnék majd, hogy egy olyan telefont vagy órát, akkor egy percig fogjuk ezt megmunkálni, és akkor kezdjük az alumínium dioxid szemcsével, ami szemcsének a tulajdonság az, amikor találkozik a fényfelülettel, elhajlik, vagy megkopik, és fölmelegszik. Ezáltal a következő harapáskor, amikor találkozik a felülettel, fölmelegedett, elhajlott, elkopott állapotba harap újra az anyagba, tehát nem lesz annyira abrazív, nem fog olyan gyorsan teljesítményt leadni, és hamarabb el is használni. És amit láttátok, ez egy perces munka után volt. Hát találunk egy kis különbséget, ami látszik, a hordozóanyag egy olyan szövet, ami sajnos nem bírja ezt a terhelést, foszlik egy kicsit. Hát ez ettől még el is tekintenénk, viszont a műgyanta, amivel beragasztották a szemcséket a lapkákba, az szintén egy nem a legjobb minőségű. Lehet látni, hogy a szélén kiperegtek a szemcsék, ez már csak a szövet részben, és még a belső íven vannak további alumínium oxid szemcsék. Igazából azt szeretném bemutatni, hogy aki olcsó vágókorongot akar, aki olcsó lamellás tárcsát, az vegyen olcsót, és használja azt. Aki olcsón akar köszönülni, olcsón akar vágni, tehát a rezsitermékét szereti, a rezsitermékeinek a kiadását szereti csökkenteni, az lehet, hogy érdemesebb, hogyha vesz drágább tárcsát, hiszen lehet, hogy kétszer annyiba kerül, de tízszer tovább tart.
szívfot kivesz, szavar! Megmunkálásán is látszik, próbáltam horizontális és vertikálisban is megmunkálni. Látszik, hogy egy kicsit tükrösebb, ez a szemcséknek a szemcsék típusából fakad. Itt igazából az látszik, hogy nem volt megoldott a tárcs, és ezért lett fényesebb a felület. Itt már a hő az elvette az abrazív hatást. A különbség azt hiszem, hogy szembetű vastagságra. Ugye itt jön ki az, hogy mennyi szemcső van rajta, és az hogyan van rögzítve, illetve hány lapkát tartalmaz ez a hordozó. Úgyhogy ha csökkenteni szeretnék a felső költségeket, akkor lehet, hogy érdemes elgondolkozni, hogy veszek inkább egy 600 forintos tárcsát, ami most ez a termékünk is egy új fejlesztés és kiemelt termékünk lesz. Hamarosan nagyon kedvező áron megkaphatják ezeket, ami érdekessége az, hogy ez egy másik szintusú szemcse, az eddigieket félretéve ezzel tényleg lehet alumínium, acél, akár fa megmunkálására is alkalmas. Tehát minden nemű anyagot tökéletesen megmunkál, és az élettartamban ez azt hiszem magáénak.